kert az emberiség egyik legjobb találmánya és eszköze arra, hogy önmagát otthon érezhesse ebben a világban. Ha az én házam az én váram, akkor az én kertem az én szentélyem vagy menedékem. Gyönyörűségünket lejjük kertünk paradicsomi harmóniájában. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük a külső világ, az idegen világ erőivel szemben, ahogy annak idején Mihály és Gábriel arkangyal védelmezte kivont karddal az Éden kertet. Bár mi általában ezt a kardot gyomláló késünkkel helyettesítjük. Gondoljunk csak arra, hogy milyen dühöltő gyönyörűséggel gyomlálunk ki kertünkből mindent, ami megzavarja az általunk elképzelt és vágyott rendet és harmóniát. Milyen örömmel végezzük ezt a munkát, és milyen megkönnyebbülést érzünk akkor, amikor sikerrel befejezzük. Kertünk gyomlálása akarva akaratlan és nagyrészt öntudatlanul része az idegen világgal való küzdelmünknek. Annak a küzdelemnek, amelyet mindazok a gyomok, bogarak, gombák, baktériumok és más veszélyes idegen lények ellen folytatunk, amelyek állandóan be akarnak hatolni a mi világunkba. Kertünk gyomlálása egy viszonylag könnyű és örömteli győzelem az idegen világ erői fölött. Elkövettük azt a hibát, hogy tudottan is belemelegedtünk ebbe a küzdelembe. Először csak kis tisztásokat vágtunk a vadonban, később egyre inkább kitágítottuk a tisztásokat nagyobb és nagyobb mezőkké és mezőségekké, és végül már a földön csak nem valamennyi erdejét kivágtuk, és egyre inkább átalakítjuk földünket egy higiénikus és steril laboratóriummá, egyre nagyobb felületét burkolva be kővel és betonnal. Aztán, hogy valamelyest ellensúlyozzuk a veszteségeket, elkezdtünk kisebb-nagyobb gyeplepedőket ültetni teraszainkra és házaink tetejére. A kipusztult virágokat virágos szőnyegekkel helyettesítjük, vagy mesterséges és nehezen fenntartható kertvirágokkal. Kipusztítottuk csaknem valamennyi vadon élő állatot, kivéve néhány példányukat, amelyeket aztán rácsok mögött tartjuk, hogy emlékezhessünk azokra az izgalmas pillanatokra, amelyben hajdan, a vadonban túlon-túl nagy részünk volt. A kert a mi világunk, egy általunk teremtett és általunk ellenőrzött világ. Egy rendezett és harmonikus univerzum szemben a rendezetlen és diszharmonikus külső világgal, idegen világgal. A kert egyike azoknak a kevés pontoknak az életünkben és az univerzumban, helyet valóban rendben és ellenőrzésünk alatt tudunk tartani. A kert egy védett enklávé, fallal vagy kerítéssel körülvett zárt terület, vagy sövénnyel körülvett zárt terület. Szentély, amelyben az idegen világ emberi világá van szelídítve. A természetnek, illetve a külső világnak csak azokat az elemeit és lényeit engedjük be, azokat tűrjük meg, melyekkel nem állunk hadilábon, amelyek kényelmünket és örömünket szolgálják, amelyek gyönyörködtetnek. Minden más elemet és lényt kizárunk, vagy ha behatolnak, elpusztítunk. A kertnek és a külső világnak ez az ellentétét különösen erősen hangsúlyozták annak idején, és részben még ma is, a perzsa és arab országok forró klímájában. Magas falak, fák és bokrok biztosították a kert meghittségét,
és a lehetőséget a spirituális elmélkedésre. Kívül volt a kopár táj, a hőség és a vakító fény. Belül volt az árnyék, az élő természet, amely az életet szimbolizálta. Mások kapák és különböző permetező szerek mellett más módszereink is voltak arra, hogy megvédjük kertjeinket és benne önmagunkat. Voltak és vannak rituáljaink, mítoszaink és szimbólumaink. Ennek megfelelően a kerteket számos civilizációban szent helyeknek tartották. A kozmosz és a harmónia, az élet és az öröklét szimbólumainak. Ezt a vallásos és mitikus értelmezést perzsa és arab hagyomány fejlesztette a legmagasabbra, és hangsúlyozta a kegyeinek elrendezésében a legjobban, de föltűnnek ezek a motívumok a középkori kolostorok kertjeiben, a reneszánsz kertekben, és a 17.-16. századi francia kertekben is.